Márki-Zay viszont egy teljesen másik kategória. Úgy tudnám jellemezni, mint van erre egy jó mondás, hogy a szar felugrik a polcra, és azt hiszi, hogy befőtt. Tehát konkrétan ez, ő elhiszi, hogy ő valaki. Amikor megválasztották, még akkor, emlékszünk, hogy elkezdte nyomatni ezt a koordinációs kampányt, a taktikai szavazás, hogy megmondta, hogy kire szavazon, és azt hitte, hogy őt most... Komolyan veszik, kire... és mindenki hallgatni fog rá. Igen, és akkor Feri végül becsicskította, hogy hoppá... Nem te vagy a főnök. Petikém itt azért... van egy helyen. Hierarchia. Sziasztok! Nagy a feltűnési verseny az ellenzéki miniszterelnök jelöltek között, hogy ki tud felháborítóbb, húsba vágóbb dolgokat mondani, amit aztán körbehordhat az ellenzéki sajtó, ő pedig 15 perc hírnévhez juthat általa. A reflektor fényért vívott öldöklő küzdelembe egyre esetlenebbül csatlakozik be Fekete Győr András. Én nem. Hát vagy nem tudom, szóval, hogy... És Jakab Péter is. Hát körülbelül pont így halad az ország előre. És bár erős a mezőny, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, kétségtelenül előkelő helyen van a gyűlölködő versenyben, hiszen már láthatóan alig bírja magában tartani az indulatait, és főleg a jobb oldal iránt érzett csillapíthatatlan utálatát. Ezért ő is egyre másra elszólja magát, és kimondja a kendőzetlen véleményét. Ebből pedig időről időre kiderül, hogy Márki-Zay nem csak a fideszeseket gyűlöli, hanem bizony lenézi a vidékieket, a nőket és a melegeket is. A Márki-Zay jelenség megértéséhez segítségünkre sietett Varga Ádám, a Pesti TV műsorvezetője. Szevasz Ádám! Szevasz, köszönöm a meghívást! Hogy látod ezt az egész ellenzéket a mostani helyzetében, hogy egymást próbálják felülicitálni a proliságban, igen. Én azt látom, hogy van nekünk egy Gyurcsány Ferencünk, és vannak az apródjai, igen, akik minél durvább dolgokat próbálnak csinálni, már vállalhatatlan megnyilvánulásai vannak, például Jakab Péter, aki behordja a Lehel piacot a parlamenti ülésekre, és minél hülyébbnek tűnik az összes többi, annál szimpatikusabb lesz az ő pártja, az ő jelöltje, és ez, ha megfigyeljük, ez volt 2017 vagy 18-ban volt, amikor megostromolták az MTV-a székházat. Hatházi ott fetrengett, bohóckodott, mindenki csinálta a cirkuszt, Gyurcsány Ferenc kint állt és magyarázott. Miért? Hogy őt ne azonosítsák ezzel. Igen. Emlékezzünk csak vissza, hogy Márki-Zay volt az, aki vidéki polgármester létére belpesti liberálisokat megszégyenítő módon nyilatkozott a vidéki jobboldaliakról, amikor azt mondta idén márciusban, hogy az egyébként a Fidesz leépülésének egy nagyon komoly szindrómája, hogy milyen szellemi és erkölcsi színvonalú embereket tudott az elmúlt években bemozzani. Majd így folytatta a vidéki Fidesz szavazókról szóló okfejtését. Ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejfényt nem tudnak megfejteni. Mondta el az SZDSZ fénykorát idéző monológot az indokolatlanul nagyképű Hódmezővásárhelyi polgármester. És hogy látod, hogy a Márki-Zay Péter barátunk hogy tud labdába rúgni itt a Jakab Péter, vagy akár a Fekete Győr mellett, akik egyre másra csinálják ezeket a bohózatokat? Márki-Zay viszont egy teljesen másik kategória. Úgy tudnám jellemezni, mint van erre egy jó mondás, hogy a szar felugrik a polcra, és azt hiszi, hogy befőtt. Tehát konkrétan ez, ő elhiszi, hogy ő valaki. Amikor megválasztották, még akkor, emlékszünk, hogy elkezdte nyomatni ezt a koordinációs kampányt, a taktikai szavazás, hogy megmondta, hogy kire szavazon, és azt hitte, hogy őt most... Komolyan veszik, kire... és mindenki hallgatni fog rá. Igen, és akkor Feri végül becsicskította, hogy hoppá... Nem te vagy a főnök. Petikém itt azért... Van egy helyen. Hierarchia. És még amikor még Orbán Viktornak levelet írt, aha, hogy valami... Nem emlékszem rá, hogy pontosan mit kért tőle, de levelet írt neki, és az volt benne a lényeg, hogy aztán Orbán Viktor visszaért, hogy lépjen kapcsolatba Lázár Jánossal, mert ő felelőzikért az ügyeket. Hát ott nagyon durván elhiszi, hogy ő valaki. De azok után, hogy nem tudom, a te műsorodban lehet ilyet mondani, de amikor azzal a kampányt, hogy egy szarófantom belekulázik a medencébe, ezt most, vagy amikor úgy akart környezetet a környezet védeni, hogy kecskékkel vágatta, kecskékkel legeltette a földet, de nem, most ránk fog kerülni a független tényellenőrzők pecsétje, hogy hazudunk, mert nem is kecskék voltak, hanem valami juhok vagy más takarmányállat, tök mindegy.
de konkrétan használatokkal legeltette a fült, amik később összeszarták azt, és nem tudtak rajta járni. Ez hihetetlen egy ember. Bárki felsőbbrendűségi tudata és hatalmaskodása nagyon úgy tűnik, hogy otthon is kikitör belőle, és saját gyermekeivel szemben is megnyilvánul. Hiszen néhány hete a kívülről is ideggyengének tűnő polgármester ezt a látszatot megerősítve azt vallotta be Gulyás Márton Partizán című műsorában, hogy előfordult, hogy dühből, a szülői hatalmával visszaélve pofozta fel 2 éves gyermekét. Kaptad arcon a gyerekeidet? Előfordult dühből, igen. Igen. Az az, amit megbán az ember. Igen. És kértél tőle bocsánatot ezért? Egy 2 éves gyerek az nem olyan, hogy én letérdelek el, és azt mondom, ne haragudj, hanem ilyenkor az ember ölbeveszi, megsimogatja, megpuszilja, lehet, hogy megkönnyezi. A felháborító kijelentés láthatóan még a kérdező Gulyás Mártonnak sem tetszett, de arról szó sem lehet, hogy Hódmezővásárhely önimádó, pökhendi vezére visszakozzon. Inkább végigvitte a jellemes, sötét bugyrait jól bemutató monológot. Szegény gyerekek. Néhány napja a láthatóan egyre gátlástalanabb településvezető most épp a nőkről beszélt lekicsinlő módon, amikor azt ecsetelte, hogy egy vidéki Fidesz szavazó küldött neki kitöltött keresztrejfényeket, aki jó eséllyel asszony volt, ez pedig a helyesírás alapján gondolja. Tessék elképzelni, hogy küldtek nekem, ez a vidéki Fidesz szavazó küldött nekem egy teljesen megfejtett keresztrejtvény újságot. Tehát fantasztikus ez a szegény asszony, lehet, hogy asszony, nem tudom, a helyesírási alapján gondolom csak. Nem meglepő módon a kijelentés után nem háborodtak fel a liberális nőszervezetek, és nem születtek hisztérikus véleménycikkek a VMN-en sem. De tüntetésről sem tudunk Márki-Zay háza előtt. Mindenki hallgat, mert most a saját liblingjük hím sovinizmusára derült fény. Ja, hogy neki szabad? Mindent értünk. De hogy látod, hogy mennyire lopja be a liberálisok szívébe magát a Márki-Zay Péter, mert csak-csak kicsusszan belő a száján az, hogy azért egy kicsit lenézi a nőket, egy kicsit lenézi a vidékieket, azért egy kicsit azért a melegeket is, és tehát, hogy szerinted ez mennyire fér bele? Tehát hogy akar ez ő labdába rúgni? Ez belefér, mert ha megfigyeljük, az egész ellenzéki kampány arra épül, hogy O1G. Ez a kampány szlogán. És hogyha az egész Feri tábor, a szekértábor arra kondicionálja a saját támogatóit, hogy utálják a kormánypártot, innentől kezdve bármit teszel, bárhogy rúgsz bele a Fideszbe, vagy bárkibe, az jó, mert te utálod őket. Teljesen mindig, tehát van az, hogy Márki-Zay azt mondta, kapott egy levelet, és azt mondta, hogy biztos egy szegény vidéki nő lehet, mert a helyes írása rossz, és akkor ebből ő megállapított, hogy valaki szegény és buta. Asszony. Bocsánat, asszony, igen, asszony. Még jó, hogy nem asszony. Használta ezt a szót? Még jó, hogy nem asszony sem. Úristen, mi lett volna. De a furcsa szélsőséges megnyilvánulások nem most kezdődtek, hiszen még tavaly a szerencsi időközi választási kampányban beszélt Márki-Zay ledegradáló kontextusban a melegekről, amikor azt ecsetelte, hogy a Fideszben van a legtöbb meleg, amit pehére éppen vett a kamera is. A Fidesznél több meleg egyik pártban sincs. Persze a magát mindenkinél felsőbbrendűnek és kifogástalan úriembernek hazudó Márki-Zay idegrendszere a botrányt követően ismét megborult, és tovább rontotta az amúgy sem rózsás helyzetét ezzel a Facebook bejegyzéssel. Akkor egy Vona Gábornak eljuttatott bizonyítékra hivatkoztam, de mindezt közszereplőkkel beszélgetve nekem is több forrás megerősítette. Tavaly Washingtonban például egy sok évig hazánkban élő beszélgető társam elárulta, hogy az egyik azóta is hangosan buzizó keresztény demokrata politikus hátsó fertájából egy alkalommal éppen egy általa személyesen ismert sebésznek kellett egy játékszert eltávolítania. Polgármester úr, ön szerint ez az ízléstelen, érezhetően indulatos és a melegeket ledegradáló bejegyzés mennyire fér be a magáról festeni kívánt kifogástalan úriember és persze a balliberálisok számára is alkalmas miniszterelnök jelölt képébe? Amikor a melegekről írt egy posztot, hogy a Fideszben van a legtöbb meleg, értelmes, épelmélyű, heteró férfi nem tart listát arról, hogy kinek milyen a szexuális beállítottsága. A másik alkalommal meg ódákat zeng a melegekről, meg a Pride-ról. Van a jó meleg, fontos. Meg van a rossz meleg. Aha,
Tudod, ahogy Biden is mondta, az a fekete, aki Trumpra szavaz, az nem is igazi fekete. Aha. Az a meleg, aki a Fideszre, az nem is igazi meleg. Vagyis nem elég melegnek lenni, hanem azonosulni kell a dogmával. Tudod, lehetsz te társadalmilag liberális, de hogyha ilyen szélbalos vagy és vérgőzös fejjel köpködsz, fröcsöksz mindenhol, akkor nem tudsz ezzel mit kezdeni. Tehát én mondom, próbáltam vitázni baloldaliakkal, akik azt mondták, hogy nem, hát az egy hülyeség volt, az ők elhatárolódnak tőle, de mondom, de nem határolódsz el tőle, mert akkor vállald azt, hogy ez a te oldalad. Nem az van, hogy én elhatárolom ettől, meg attól, és akkor ezt kedvelem. Nem. Ha Borkainál meg Szájernél azt hangoztatták, hogy egy Fidesz van, akkor egyétek meg, amit főztek, az a ti játékotok, egy ellenzék van. Igen. Ennyi volt már a Hunortodox. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és olvassátok a kontrát. Sziasztok!